Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról is részvevőket. Én Cank Ferenc vagyok, a PPA 8-as szintű vezetője. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunol Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és ember ismeretfejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. Magamról pár gondolat. PP előtti foglalkozásom gépészmérnök, ez végzettségem szerinti tanulmányaim. Most viszont már a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Mindemellett még részben a régi munkámmal is foglalkozok, mint vállalkozó, azonban hát óriási különbséget érzek a csapatszervezés és a másik munkával összehasonlítva. Igazából azért őrült nagy különbség a kettő, mert az egyik teljesen anyagi vonatkozású, a PPA csapatszervezés viszont szellemi, úgymond emberekkel foglalkozni sokkal jobb. Mondok egy példát. Lehet, hogy akik néztetek a videót, ti is tapasztaltátok, hogy mondjuk egy gépet megjavítani, az teljesen más, mint mondjuk egy ember életét megjavítani, ugyanis a gép nem nagyon szokott se visszajelzést adni, se elismerést adni, se megköszönni, az vagy megy, vagy nem megy. Viszont az embernél egy kicsit különböző a helyzet, ugyanis sokkal jobb érzés látni, hogy ő fejlődik, jobbá válik az élete, és nyilván visszajelzéseket is kapunk tőle. Lébenyben élek, egyre boldogabb párkapcsolatban. Akkoriban, most már egy-két hónap választ el, 5 éve, azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémián tanulni először, mert, amit előzőleg mondtam, éreztem, hogy mint gépészmérnök, gépekkel foglalkozni, valahogy nem volt az én területem, nem éreztem, hogy ez az én utam ebbe az életembe, és egyáltalán nem bántam meg, sőt életem egyik legjobb döntésének tartom azt, hogy elkezdtem itt tanulni. Ezáltal, hát aki már több előadást hallottatok a mestertől Szerdacsi Miklóstól, tudjátok, hogy 10 életterületről van szó, azt tanuljuk. Ő ebbe a 10 életterületbe tud tanácsokat adni, képzéseket nyújtani. És ez alatt, az 5 év alatt, mióta itt tanulok, az összes 10 életterületen fejlődést tapasztaltam magamon, amiben beletartozott család, párkapcsolat, munka, gyerekek, minden hatósággal bánni. Sőt, addig még, vagy azelőtt azt gondoltam, hogy mint szellemi ember, mert régóta foglalkozok ilyen dolgokkal, azt gondoltam, hogy a teremtőmmel is jól tudok idézőjelbe bánni, aztán tévedtem. De most már azt is megtanultam Szedlacsi Miklóstól. Hát körülbelül így ennyi első gondolatkép. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma bolygónkon. Ezzel kapcsolatban egy gondolat jutott eszembe, hogy te, aki most először hallod ezt a képzést majd, és ezt, amit most mondtam, lehet, hogy még kicsit szkeptikus vagy, viszont én tudom, hogy ez így van, amit az előbb elhangzott, elmondtam, 100%-osan megtapasztaltam. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban együtt élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba.
Most pedig szeretném megkérni mesterünket, Szerdasi Miklóst, mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy látod a világot, hogy az elmúlt években, évtizedekben jobban alakultak a dolgok, illetve jobb állapotúak az emberek, mint régebben? Tehát szerinted mi várható, ha így halad tovább? Most adjak át egy-két információt avval kapcsolatban, hogy ugye mikor van nagy gond a világban, ugye a Földünkön, akkor, amikor a jó emberek nem tesznek semmit, és a rossz, de inkább úgy mondanám, hogy az elnyomók eluralkodhatnak a Földön. A bolygón minden ötödik ember elnyomó, és abból az ötből, mármint abból az ötből egy, tehát akkor inkább úgy mondanám, hogy 100-ból 20 ember elnyomó, és abból minden ötödik veszélyesen elnyomó. Ha azt kiszámoljátok, akkor 100-ból 4 veszélyesen elnyomó. Mit jelent az, hogy veszélyesen elnyomó? Nem csak a saját környezetében lévő életét, tehát lévők életét keseríti meg, hanem másokét is. Tehát ugye az a baj, amikor az elnyomók hatalomra kerülhetnek. És hát bizony azt látni egyre inkább, ahogy telnek az évek, évtizedek, hát egyre több elnyomó kerül hatalomra. És ugye én már erről tanultam a 90-es években, hogy nagy baj lesz akkor, hogyha egyre többen és többen kerülnek az elnyomók közül hatalmi pozícióba. És ha megnézitek, megfigyelitek, ezt láthatjátok, hiszen gondoljátok végig, a szociális emberek nem csinálnának olyat, hogy mit tudom én, folyamatosan bővítenék a megfigyelő rendszert, hogy mindenhol, minden helyzetben megfigyeljék a társaikat. Tehát én szociális ember vagyok, vagy annak tartom magam, ugye van egy teszt, hogy hogy kell tesztelni a szociális embereket, ez 12 szociális kérdés, és annak kétféle változata, tehát ilyen szociális tulajdonságok, vagy antiszociális tulajdonságok, tehát 12 antiszociális tulajdonság, 12 szociális tulajdonság, és annak alapján ugye lehet látni, hogy melyik van többségben bizonyos ember életében. Tehát ezek párok, ez a 12-12 tulajdonság, ezek párban vannak, tehát ellentét párok, ami azt jelenti, hogy vagy ilyen, vagy olyan, vagy ilyen, vagy olyan. És az a lényeg, hogy egy ember az életének a nagy részében hát hogyan működik, és a nagy részében szociális vagy antiszociális. Tehát ugye azokra lehet rámondani, hogy antiszociális, aki a viselkedésének a többségében antiszociális szociális viselkedést mutat. Az tekinthető szociálisnak, aki a élete során, a tevékenységében, tehát a viselkedésében, működésében, többségében szociális viselkedést mutat. És ugye annál szociálisabb valaki, minél inkább szociális mutatói vannak a viselkedésének, és annál inkább antiszociális valaki, minél inkább
többségében vannak a szociális az antiszociális viselkedések. Tehát az azt jelenti, hogyha már egy kicsivel több az antiszociális viselkedése, mint a szociális viselkedése, azt már antiszociális személynek tekintjük. És ugye ezáltal tökéletesen mérhetőek az, hogy valaki antiszociális vagy nem, tehát vagy szociális. A szociális emberek úgy működnek, sajnos, hogyha kapnak egy elnyomást, nyilván honnan kaphatnak elnyomást, antiszociális szemétől, közvetlenül vagy közvetve, akkor azt csinálják, hogy általában átadják, továbbadják az elnyomást, ezért sok szociális ember elnyomoskodik, akár rendszeresen is, de mégis a viselkedésében mégis szociális, mert a szociális viselkedés az több az életében, mint az antiszociális. Tehát így gyönyörűen meg lehet különböztetni, hogy ki az, aki antiszociális, ki az, aki szociális, hogyha az ember ismeri azt a szemét egy kicsit, meg ismeri ezeket a teszteket. Tehát hogy lehet egy másik embert letesztelni, hogy szociális vagy antiszociális. És ugye én erről már tanultam a 90-es években, és akkor már tanultam ezzel kapcsolatban arról, hogy hát akkor lesz nagy gond társadalmi szinten, hogyha a szociális emberek hagyják, hogy az antiszociális személyek kerüljenek hatalomra. Tehát én ugye én szociális embernek tartom magam, de én nekem még eszembe se jutott soha, hogy ha mondjuk nézek a YouTube-on egy videót, ez csak egy példa, amit mondok, akkor mit tudom én, írásban megkritizáljam, mondjuk a hozzászólásokban. Soha életben nem csináltam ilyet. Ha nem tetszett valami, akkor fogtam, kikapcsoltam és nem néztem végig. Ha meg ugye végignéztem és nem tetszett, akkor még miért néztem volna végig, ha nem tetszett? Nem is értem. És ugye rengeteg ember van, aki, én is ismerek személyesen, ismertem személyesen olyanokat, most már mostanában hála Istennek nem igazán, tehát ismertem olyanokat, akik rendszeresen leértékelték valakinek a munkásságát, tehát rendszeresen, tehát nem kevés ilyen embert ismertem a múltban, ezekkel a kapcsolatot mind megszakítottam, mind kivétel nélkül, akik bármilyen pozitív munkásságot leértékelnek, az antiszociális viselkedés. Azoknak mondom, akik rendszeresen szoktak leértékelni bármilyen videót, ami felkerül az internetre. Jó? És mondom, hát ha nekem nem tetszik egy videó, akkor én azt csinálom, hogy fogom és kikapcsolom, nem nézem végig, nem várom meg, hogy hát ha jó lesz a vége. Szóval a lényeg az, hogy ezt miért mondom, mert ugye a tanítás szerint, amit annak idején kaptam 90-es években, ugye mint imént említettem, elhangzott, hogy akkor lesz nagy baj, hogyha egyre több és több antiszociális személy, tehát elnyomó magyarul, kerül a hatalomba. Tehát az a baj, hogy az elnyomóknak nem igazán a lelkiismeretük, ez a fő probléma. Tehát egy szociális embernek van lelkiismerete, ő ha bajt csinál valaki másnak, akkor lelkiismeret furdalása van. De az antiszociális személyeknek nincsen. Nincs. Tehát amikor valaki közvetve vagy közvetlen módon leértékel valakit, ugye az egy antiszociális, tehát elnyomói viselkedés. Na most ráadásul a legtöbb olyan ember, aki hozzászólásokat ír a videókhoz, azok inkognitóba csinálják. Tehát nem a saját nevükön csinálják, hanem ilyen álnéven csinálják. Tehát magyarul ezt úgy hívják, hogy rejtett ellenséges. Mert a nyílt ellenséges az legalább adja a nevét.
De a rejtett ellenséges ember az nem adja a nevét, tehát ő inkognitóban értékeli le másnak a munkásságát. Na most én csak annyit szeretnék tanácsolni az inkognitóban és a nyíltan ellenséges embereknek, akik leértékelik más munkásságát, hogy minden, amit csinálsz, azt vissza fogsz kapni. A, nem tőlem, nehogy azt hidd, a jó Istentől, tehát Istentől, Istenettől inkább úgy mondanám. Mindent visszakapsz, mert akár mit csinálsz, tehát akár mennyire elnyomod a lelkiismereted, akkor is van benned egy lélek. És a te lelked is szeretet alapon született. Tehát, hogyha te elnyomó vagy, akkor is szeretet alapon született a lelked, csak elnyomóvá tettek valószínűleg a szüleid. Tehát a szüleid tettek elnyomóvá. És ezáltal csinálsz elnyomóskodásokat, és az életben ugye több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt 30 év során, több tízezer emberrel tehát dolgoztam együtt, elég jól ismerem az emberek működését, és nem csak az emberek működését, hanem a világ működését, beleértve a szellemvilág működését is elég jól ismerem. És tudom mindent, hogy ebben az életben nem lehet büntetlenül csinálni dolgokat. Tehát ami azt jelenti, hogy mindenki mindent visszakap. Mondok példát, amikor annak idején akadályozták a tevékenységemet, például egy hölgy akadályozta, úgy elvették a gyerekét, mint a húzat. Érted? Tehát az lett volna az utolsó lehetősége, hogy gyereket szüljön, és mit tudom, hány hónapos korában elvetélt. Így van. Oké, és ez nem kell ehhez, hogy valaki rosszat kívánjon. Én nem kívántam neki rosszat. Nem kell ehhez, hogy rosszat kívánjon valaki. Érted? Ez így működik. Tehát a világ így működik, hogy ki kell egyenlítődni a jónak és a rossznak. Oké? Az azt jelenti, hogy ha valaki rosszat csinál, akkor rosszat kap vissza. Ha jót csinál, jót kap vissza. Tehát ez olyan, mintha, mit tudom én, elhajtod a kádban a vizet, érted? És akkor az vissza akar vízszintes helyzetbe áramolni. Tehát visszaáramlik minden. Tehát a kiegyenlítődés törvénye az egy univerzumi szabály. Olyan nincs, hogy te csak ártó tetteket csinálsz, és akkor annak nem lesz negatív következménye. Én még boldog elnyomót nem láttam. Tehát én nagyon sok elnyomóval találkoztam, hiszen annak idején nem volt szűrve az elnyomók, nem voltak szűrve, és az azt jelenti, hogy minden ötödik ember tényleg elnyomó volt. Tényleg. És láttam az elnyomók működését, és láttam azt, hogy tényleg egyetlen egy boldog elnyomóval én nem találkoztam. Tehát egyel sem. Tehát eleve ott kezdődik, hogy minden elnyomó boldogtalan. Mind kivétel nélkül. Oké? Tehát minél jobban elnyomoskodik valaki, annál több boldogtalanság van. Az mit jelent a boldogtalanság? Nézzük meg. Tehát itt van 10 terület, mindjárt mutatom, itt van 10 terület, és ez a 10 terület az azt jelenti, hogy maga az egyén, maga az illető ezeken a területeken nem boldogul, azért boldogtalan. Oké, tehát ezeken a területeken nem boldogulást kap. Oké? Tehát ugye sokan azt gondolják, hogy az a legfontosabb az életben, nyilván most az megint elnyomókról van szó, de olyan elnyomókról, akik hatalomra kerültek. Tehát ugye milyen indítatásból nyomják el az antiszociális személyek a szociális személyeket? Azt gondolják, hogy van egy ilyen belső indítatása, hogy azzal neki jobb lesz, ha a másikat lenyomja, tehát leértékeli, lekicsinyeli,
tudom, leszídja, akár bármilyen elnyomást, ha hatalomban van, akkor szankciókat helyez ki ellene, stb. Stb. Oké? Tehát mit tudom én, megemeli az adót, stb. Tehát lényeg az, hogy elnyomás, elnyomás. Tehát gondoljátok végig, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy ő akkor lesz, fogja magát jól érezni, hogyha mindenki nálánál rosszabbul érzi magát, mindenki hülyébb nálánál, stb. 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 Érted? Tehát ő azt gondolja, hogy ez így működik. Tehát mint megnézed, ugye miért kell az, hogy mindenen keresztül megfigyeljenek, a telefonodon keresztül, a ledes készülékeken keresztül akár, amelyiknek világít a ledje, érted, azon keresztül megfigyeljenek, kismillió módon megcsináljanak megfigyeléseket. Miért? Mert félnek az emberektől. Tehát ezért ugye megpróbálják az embereket megfigyelni és elnyomni. Oké? Tehát egy ilyen világot élünk, ahol egyre több és több olyan ember van a hatalomban, aki szó szerint elnyomó. Tehát szó szerint elnyomó. Na most, hogy a látható hatalomban van, vagy pedig a háttér hatalomban van, ez most ebből a szempontból a részletkérdés. Tehát ugye, ha jobban megnézed, vannak a világban a bankok. És a bankok nagy része a világban az kézen közön egy pár család kezében van. Tehát ez mit jelent, hogy kézen közön? Ez azt jelenti, hogy, hogy áttételes módon tulajdonos, de a végén oda jutsz, mint tulajdonos. Ez a pár család, ez alapvetően 13 család a bolygón. És ha megnézed, például, mit tudom én, valami 100, nem is tudom hány ország van a bolygón, azoknak a 90 akárhány százalékában a Nemzeti Bank gyakorlatilag ugyanabban a tulajdonos kézben van. Érted? A nemzeti bankok az országokban. Ugyanabban a kézben, ugyanannak a családnak a kezében van. Érted? És ez nem, nem egy politikus kezében, hanem úgy hívják, hogy Rothschild család. Érted? Tehát ami, ami azt jelenti, hogy, hogy a Rothschildok igazából hatalmon nincsenek. Ők háttérhatalmon. Ugyanez a Rockefellerek. A Rockefellerek is háttérhatalomban vannak. A Rockefellerek sincsenek most hatalmon. Oké? Vannak a 13 család között olyanok, akik hatalmon vannak, például a Windsorok, ugye az angol királyi család, az például hatalmon van. Például a Kennedyek. A Kennedyek is próbálkoztak a hatalommal, valamelyik Kennedy most is szenátor, ha jól tudom. Tehát ami azt jelenti, hogy ők próbálkoztak, de a legnagyobb hatalommal rendelkező család, például a Rothschild család, az gyakorlatilag sehol nincs hatalmon. Mit tudom én, ő volt az első olyan lord, amely nem örökölte a lordságát, hanem címként megkapta, és úgy került be a parlamentbe az egyik Rothschild. Érted? Nem, így van, Rothschild. Tehát az egyik Rothschild. Tehát mit tudom én, kölcsön adtak a Suezi csatorna megépítésére pénzt az angol államnak. Érted? Tehát olyan vagyonnal rendelkeznek, hogy, hogy ők hitelezték a Suezi csatornát, a megépítését. Szóval lényeg az, hogy ha valakik azt mondják, hogy nincs háttérhatalom, akkor az, az szerintetek az nem háttérhatalom, hogy, hogy van, egy, van 13 család, abból van, azt mondja, talán három, amelyik itt-ott hatalmon van, mint például a Windsorok. Érted? És van, van a többi 10,
amelyik ugye nincs nyilvános hatalomba, de mégis, mit tudom én, most gondoljátok végig a bolygó nemzeti bankjainak a 90-valahány százalékában benne vannak egy vagy két vagy akár több család tulajdonosként. Tehát mit tudom én, ahogy hívják be például, nem a koreai, tehát ugye Észak-Koreában nem, például Iránban nem, meg még van egy-két ország, amiben nem, és az összes többiben igen. A Magyar Nemzeti Bank is Rothschild tulajdonban van, még az Orosz Nemzeti Bank is Rothschild tulajdonban van, gondoljátok végig. Szóval lényeg az, hogy nagyon a kínai is Rothschild tulajdonban van. Tehát van egy ilyen, föl, meg lehet nézni, utána lehet nézni a neten, hogy a világ nemzeti bankjai közül a Rothschildok melyiknek tulajdonosai. 196. Oké, tehát még felsorolni is sok nekik. Szóval a lényeg az, hogy akkor az mi? Ha a nemzeti bankok nem a nép tulajdonában vannak, nem is az állam tulajdonában vannak, érted? Hanem egy család tulajdonában van, akkor az véletlenül nem háttérhatalom. A Nemzeti Bank, ami az első számú bank minden egyes országban. Érted? Tehát ilyen egyszerű. Tehát a bankok kezében vannak a pénzek, és megnézitek az összes kereskedelmi bankot a világban, ugye van egy olyan törekvés, hogy a magánkézben lévő, tehát úgy magánkézben, hogy neve nincs kézben lévő bankok, tehát olyan emberek, akik nem része ennek a 13 családnak, mint például nálunk a takarékbankok voltak, a takarékszövetkezetek, az szépen az a törekvés az egész világban, hogy megszűnjenek olyan tulajdonban, mint nekünk a takarékszövetkezetek voltak, és átkerüljenek egyeduralkodó magántulajdonba, és ez világtörekvés a 20-as évek óta, ezért volt a 27-es gazdasági világválság, hogy a bankokat, ugye a kisebb bankokat megszerezzék, és tehát folyamatosan egy ilyen törekvés van, hogy bekerüljenek annak a 13 család valamelyikének a tulajdonában az összes bank közvetlen vagy közvetett formájában. Ezt tudjátok, hogy mit jelent a közvetett forma? Az azt jelenti, hogy mondjuk van egy személy, egy adott személy, nevezük A-nak, jó? Az fogja és létrehoz egy céget, az a cég mondjuk tulajdonosa lesz a banknak, érted? És ez már is közvetett, ami azt jelenti, hogy ha megnézed a nyilvántartásban, hogy ki a tulajdonos, akkor nem azt látod, hogy mondjuk a Rothschild Iván, érted? Csak most mondtam valamit, nincs ilyen, épp azért mondtam, hanem azt látod, hogy mit tudom én, milyen cég a tulajdonosa, de annak a cégnek utána nézel, akkor látod, hogy magánszemély a tulajdonosa. Tehát a végén minden cégnek, a lánc végén magánszemély a tulajdonosa. Tehát lehet, hogy azt mondja A a tulajdonos, a B az már cég, a C az cég, a D az cég, és mindnek cég a tulajdonosa, és lehet, hogy 22 cég van a bank között és a tulajdonos között, de ha visszafejted, akkor a tulajdonos az egy magánszemély. Világos ez? Csak hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha így visszafejtenéd az összes bankot, beleértve az OTP-t is, akkor rájönnél, hogy a bankok, a világon lévő bankok, az összes bankoknak a nagy része az visszafejthető a 13 család valamelyikére. Oké? Nagy része visszafejthető.
akkor ez mi, ha nem háttérhatalom? Csak úgy kérdezném. Mert mindig cáfolják, hogy létezik olyan, hogy háttérhatalom. A YouTube tele van olyan videókkal, amiben próbálják cáfolni, hogy olyan, hogy háttérhatalom olyan nem létezik. Tehát mindig is voltak olyan emberek, olyan családok, inkább úgy mondanám, olyan családok, amelyik háttérbe húzódva irányították a dolgokat pénzzel. Tehát a Rothschildok az alapvetően így csinálták, a Rockefellerek alapvetően így csinálták. Jó, csak a legismertebbek mondom. Nyilván a Windsorok nem, a Kennedyek sem annyira. Jó? Tehát ismerhetnünk ezek közül még többet is, de azoknak is a jó része az háttérben van húzódva. És akkor vannak a kevésbé, tehát a második lépcsőben lévők, az 300 család. Ebben a 300 családban, ugye azok a 13 családot szolgálják, ott vannak olyanok, hogy Bush család például, csak úgy az ismertebb. Na ott már ebben a 300 családban már rengeteg olyan van, amely volt vagy van hatalomban. Oké? Tehát volt vagy van hatalomban. Tehát ezek nyilvánvaló, úgy értsétek mindig, hogy gazdag családok. Tehát a Bush család is egy nagyon gazdag család. Jó? Tehát gazdag családok. És ugye ezek a családok, ez a 300 plusz 13 család, hát ezek évtizedek vagy évszázadok óta vannak hatalmon, háttérhatalomban. Oké? Tehát ha megnézed az OTP-t, a Csányi Sándor az csak egy kis százalékban tulajdonos az OTP-nek. Oké? És akkor megnéznéd, nem tudom, hogy úgy van-e még, de az OTP-nek, mikor ugye én pénzintézet vezető voltam, akkor a túlnyomó többségi tulajdonosa egy amerikai nyugdíj alap volt. Nem tudom, hogy most is így van-e, de akkor így volt. Tehát az, ami azt jelenti, hogy mit tudom, egy amerikai nyugdíj alap, annak a tulajdonosa mondjuk egy bank, annak a tulajdonosa meg mondjuk a, vagy tudom én, a Rothschild család, csak most mondtam valamit, vagy a Rockefeller család, most tök mindegy melyik. Érted? Tehát így értsd a közvetett módon. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a jó emberek hagyják, hogy az elnyomók eluralkodjanak a Földön. Csak ezzel egy gond van, hogy az emberiség nem azért jött létre, hogy a rossz eluralkodjon a Földön, mert amikor a rossz eluralkodott a Földön, akkor mindig csináltak egy rolóhúzást a fentiek. Az azt jelenti, hogy fogták és kiirtották az egész emberiséget. Tehát soha nem az emberiség írtotta ki magát, még egyszer mondanám, soha nem az emberiség írtotta ki magát, hanem mindig a fentiek írtották ki az emberiséget. Ez 6-szor már megtörtént, ez a 7. emberiség. És ha azt gondolja valaki, hogy ha így halad tovább, nem ez a sors vár ránk, akkor óriási tévedésben élünk. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy előidéztek mindig olyan katasztrófát a bolygón, ami kiirtotta az emberiséget, és egy maradvány emberiség maradt. Tehát az a maradvány emberiség, azt úgy értsétek, hogy az egész bolygón, mit tudom én, pár száz fő maradt életben. Oké? Okay? Na most, ugye én nekem van kapcsolatom a fentiekkel, az mit jelent ez a kapcsolat? Mentális kapcsolatom van velük. Ami azt jelenti, hogy tudunk kommunikálni. Tehát tudok kommunikálni a fentiekkel arról, hogy mi várható, mi legyen, hogy legyen, mint legyen. Mit csináljak? Közben információkat adnak, amikor beszélek, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy van egy kommunikáció. Tehát szó szerint, ugye többször csináltuk már, hogy,
hogy úgy kommunikáltunk, mint amikor valakivel beszélgetek. Jó, tehát ugye ehhez nem kell szavakat kimondanom, mert ugye ez tud magamban létrejönni, ez a kommunikáció, tehát ne értsétek félre, hogy itt szóban kell beszélnem ilyen dolgokra, tehát nincs ilyen. Tehát lényeg az, hogy tudom azt, hogy mi a terv az emberiséggel kapcsolatban, ugye két terv van, vagy aranykor, vagy pusztulás, nincs más, ez a két terv van. Mivel ugye a bolygó 80%-a szociális ember, az azt jelenti, hogy van lelkiismerete, ezáltal van lelkiismeret furdalása, tehát a többinek is van lelkiismerete, csak elnyomja. Oké? Tehát az antiszociális személy az simán elnyomja az a lelkiismeret furdalását. Tehát úgy nevelték gyerekként, hogy erre képes legyen, hogy a lelkiismeret furdalását elnyomja. Ezt egyébként egy szociális emberrel, egy felnőtt szociális emberrel is meg lehet csinálni, hogyha megnézel esetleg egy-két olyan filmet, ahol kiképzik az ügynököket, tehát akik ugye majd gyilkogatni fognak parancsra, azok simán megtanítják nekik, hogy el tudják nyomni a saját lelkiismeretüket. Oké? És ez nem mese, ez tény. Szóval lényeg az, hogy ugye van két lehetőség az emberiségnek, vagy aranykor, vagy pusztulás. A pusztulás mindig úgy jött végbe, csak úgy mondanám, hogy aki képes odafenti működésre, azt kimentik. Aki nem képes az odafenti működésre, azt nem mentik ki. Tehát magyarul, aki képes az elnyomoskodásra, tehát nem tud uralkodni magán, azt nem menti ki. De mit jelent? Ugye a lélek nem hal meg. Tehát a teste meghal az embernek, a lelke nem, utána majd inkarnálódhat. Csak egy prücök van a következő emberiséggel. Tehát hogyha ezt az emberiséget törölnék, akkor ide már nem inkarnálódhatnak azok az emberek, akiket törölnek. Ez a prücök vele. Miért? Azért, mert azóta kiépült az univerzum, ezer része, és mi közelebb kerültünk a központhoz, mint Föld, mint naprendszer, közelebb kerültünk a központhoz, mint az univerzum széléhez. Na ez a baj. Ami azt jelenti, hogy túlságosan közel vagyunk ahhoz az energiához, amit jelenleg a bolygó nem él. Mert az itt lévő emberiség rezgése az csökken és nem nő, és ez olyan, mint mikor olyan, tehát mit tudom én, mondjuk a szomszédba beköltözik egy bűnöző család, érted? Akkor te mit fogsz onnan csinálni? Vagy kiköltözöl, vagy kikergeted őket, érted? Hát vagy ezt csinálja az ember. Na most ugye pont ez van az emberiséggel, hogy a mi rezgésünk, mint emberiség, hát ez olyan, mint mondom, mikor a szomszédodba nagyon rossz rezgésű család költözik. És ez borzalmasan rosszul hat rád. Na, hát a mi rezgésünk rosszul hat az univerzum ezer részére. Ezért ugye csináltak egy bolygót ki az univerzum szélére, mert ugye a Föld is mikor létrejött erre a kísérletre, hogy legyenek itt emberiségek, ez az univerzum széle volt. Tehát mikor a Földet megalkották, ez volt az univerzum széle. Világos ez? Tehát van egy az univerzum szélén egy Földhöz hasonló bolygó, és ott lehet majd inkarnálódni azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem akarnak tanulni, fejlődni. Jó? És mi lesz ezzel az emberiséggel? Tehát vagy
a szociális emberek elkezdenek fejlődni, a fentiek meg gondoskodnak arról, hogy az antiszociális emberek azok ne éljék túl ugye a szociális embereket, mert ugye a halálnak vajon kik az urai? Hát ha valaki öngyilkos lesz, akkor ő saját maga, de egyébként kik a halálnak az urai? A fentiek, így van, ahogy az életnek az urai, ugyanúgy a halálnak az urai is. Tehát te nem akartad volna, vagy nem akarták volna, hogy megszüles, te nem születtél volna meg ebbe a testedbe, világos ez? Tehát ezáltal ugye egyértelmű, hogy kik rendezték azt, hogy te megszülethess? Hát elsősorban nem te, pedig a lelked erre képes, de mégse te. Na gondold végig, hogy micsoda szervezés van odafönt, hogyha abban a pillanatban, amikor megfogantál, lekerült ide a lelked. Érted? Tehát tudták előre, hogy meg fogsz fogadni, és mikor fogsz megfogadni, és ugye mert azelőtt, mielőtt megfogantál, ugye ki kellett törölni a tudást, és ugye le kellett küldeni téged a megfogantatás pillanatába. Tehát most gondold végig, micsoda összefüggés van, micsoda szervezés, micsoda információáramlás, hogyha pontosan tudták, hogy te mikor fogansz, és abban a pillanatban már jött is le a lelked. Tehát ha azt gondolod, hogy az ember az fejlett technikailag, meg tudományosan, meg egyéb módon, akkor óriási tévedésben vagy. Gondold végig, az milyen fejlettség kell, hogy pontosan tudják, hogy mikor fogansz meg, és abban a pillanatban leküldjék a lelkedet. Úgy, hogy a lelked az nem tud áthatolni se oda, se vissza egy mezőn a föld körül. Érted? Tehát ami annyit jelent, hogy ki van alakítva egy olyan tér, egy háló, egy olyan erőtér, amin a lelkek nem tudnak csak úgy átmenni. Tehát ezáltal ugye egy védelem is a bolygónak, bár ugye az anyaggal szemben nem véd, csak a lelkekkel szemben. Tehát az anyag át tud jönni, csak a lélek nem. Tehát gondold végig, hogy micsoda szervezés az, és micsoda tudás, micsoda fejlettség, hogy ilyeneket megcsinálnak, hogy tudják, hogy mikor fogansz, előtte előkészítenek mindent, tehát már előre kiválasztottátok a családodat, ahova be fogsz születni, előre megterveztétek azt a programot, amit végig fogsz csinálni az életedben, érted? El van már előre döntve, milyen találkozásokon fogsz kerülni előre, ugye milyen találkozásokban fogsz részt venni az életedben, stb. Stb. Tehát ez mind előre meg van szervezve, és amikor megfogantál, már küldik is a lelket. Nem kell ezt elhinni, lehet nyugodtan azt gondolni, hogy te az evolúció része vagy, és neked nem így működik a lelked, de akkor elég jól hasonlítod magad egy állat működéséhez. Semmi gond nincs ezzel egyébként. Jó, tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és nem azt csinálunk, ne gondoljuk azt, hogy azt csinálhatjuk, amit akarunk. Tehát gondold végig, hogyha a születésünknél ilyen fejlettségi dolgok vannak, akkor egy halált nem tudnak előidézni valakinél? Bármikor. Érted? Itt egy kérdés van, hogy egy gonosz emberen hány olyan entitás védelem van, aki védelmezi azt a gonoszt. Oké? Mert ugye vannak gonosz entitások, tehát nem csak fenti lények, gonosz entitások, amelyek a föld mélyén vannak, amelyik ilyen védelmi szempontot gyakorolnak, tehát védik azokat a személyeket, akik gonoszságokat követnek el. De hát ugye itt egy kérdés van, hogy hogyan alakul azoknak az entitásoknak a száma, akik gonosz, szakít a bolygón,
illetve akik nem gonoszak, hanem jók. És onnantól kezdve, ha a jók, már pedig most már ott tartunk, hogy a jók vannak többen, akkor onnantól kezdve szerinted ki győz? Vajon a gonosz entitások és azoknak a védelme fog működni, vagy a jó entitások legyőzik a gonoszt? Ugye ez nem kérdés. Tehát ugye mivel maguk a rosszak, azok kevesebben vannak. Tehát az igazán veszélyes rossz, az mindössze a bolygó 4%-a. Tehát az azt jelenti, hogy minden 25. ember. Jó, és azok közül sincs, ugye az egy nagy szám, tudom én, több mint 300 millió ember, annyi nincs hatalmon. Érted? Tehát hiába nagyon gonoszok, azoknak csak egy része van hatalmon. Tehát ami azt jelenti, hogy nem olyan sok az a személy, akit védenek a lentiek, tehát az simán túl lehet szárnyalni, és túl itt szárnyalták már. Tehát az a segítség, ugye, hogy szépen kiiktatásra kerülnek majd, amikor már eljön az ideje, azok a személyek, akiket most antiszociális személyeknek nevezünk. Tehát ők csinálhatják a dolgaikat. Miért kell, hogy csinálják az elnyomók a dolgaikat? Hát azért, hogy a szociális személyek észbe kapjanak. Mi a megoldás mindig? Soha nem az a megoldás, hogy akkor háborúzzunk az antiszociális személyekkel. Ilyeneket már csináltak a történelemben, nem sok eredménye lett. Tehát a maga háború az eleve egy elnyomás, akárhonnan nézzük. Jó? Mind a két fél részéről nézve, ha két fél háborúzik, akkor mind a kettő el akarja nyomni a másikat. Különben nem háborúznának. Jó? Tehát ebből a szempontból tök mindegy. Tehát ez nem ez a megoldás. Hanem egy megoldás van, az, hogy megvilágosodik valaki, és elindul a szellemi fejlődés útján. Nincs más megoldás. Ezért születtünk, minden egyes ember ezért született, hogy haladjon a szellemi fejlődés útján. A legtöbb ember egy tapottat nem halad a szellemi fejlődés útján, akkor kezd a legtöbb ember szellemi fejlődésbe, amikor megvilágosodik. Hogy az neki kell, az neki kell. És ugye akkor világosodik meg a legtöbb ember, hogy neki kell a szellemi fejlődés, amikor nagy nehézségei vannak. Na most, de ha ugye nincsenek nagy nehézségei, akkor általában az emberek, akik nem csinálták végig az egész életüket megvilágosodottan, azok nem világosodnak meg. Tehát, hogy értsük ezt a megvilágosodást, tehát egy olyan társadalmi formában élünk, ahol a szellemiség el lett nyomva. Tehát minden ember szellemiségnek született, mindenki, de a szellemiségét elnyomták, kezdik azzal például, hogy a római keresztény vallásban, mikor mondjuk megkeresztelnek valakit, akkor a keresztelés során lecsukják a harmadik szemét. Kezdjük azzal. Oké? Okay? Márpedig ugye itt Európában a római keresztény vallás a legnagyobb vallás. Jó, ezt csak úgy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Akkor ugye milyen más lecsukás van, amikor például a gyerek lát, márpedig minden gyerek lát, mit lát? Szellemlényeket. Mikor? Mikor kicsik? Azt mondják neki, hogy te nem láthatod. Oké? Nincs ott. Felejtsd el, nem létezik az. És addig mondják, míg a gyerek elhiszi, és azzal lezárták a szemét. Nem tudom, világos voltam-e. És ezt a szülők nagy része bizony csinálja. Tehát ő nem láthat. Azt mondják neki.
és ezáltal elveszi a látását a gyerekének. Oké? Valamelyik nap kérdezte valaki, hogy a lánya, kérdezte tőlem, hogy a lánya az lát ilyen fénygömböket. Hát mondtam, azok olyan szellemlények, akik sose voltak testben. Tehát a maga a lélek a nem nincs testben, és nem abból lép ki, akkor egy fénygömb. De ugye attól függ, hogy mekkora lélek, tehát milyen tudással rendelkezik, mert akkor a fénygömb. Tehát az ember születésénél fogva egy borsónyi fénygömb. Oké? Okay? Tehát akkora lélek költözött belég, mint egy borsó. Körülbelül akkora. És ugye ezek a lények, ezek nem borsonyi nagyságúak, hanem mondjuk emberfej vagy annál nagyobb. A legnagyobb fénylényt, amit láttak eddig, az, hogy mondjuk egy helikopter nagyságú. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy ezek a fénygömbök, ezek annyi hatalommal és tudással rendelkeznek, amekkorák. Világos ez? És ugye lát az ő lánya, mondta, hogy lát ilyeneket, és mondja, hogy lát. Tehát már nem kislányról van szó, hanem aki, tudom, 6 éves vagy 7 éves, valahogy így. És simán lát ilyeneket. És akkor kérdezi ugye az anya tőlem, egyébként hallgatja az előadást, hogy hát hogy miért jönnek? Miért jönnek? Tehát először is ugye azért, mert a kislány lát, kettő, meg az anyja miatt. Oké? Okay? Tehát az, hogy lát a kislány, az egy dolog. Valamelyik nap csináltam egy olyat, hogy van nekünk egy, illetve volt nekünk egy szentképünk. Egy nagyon régi szentkép, ami azt jelenti, hogy több mint 100 éves. És az most már egy templomban van, mert ugye elvittük. Ez édesanyámnál volt ez a szentkép, ez még nagymamámnak a szentképe. Jézus születéséről volt ez a szentkép. Tehát ott van ugye egy a Jézus, és 4 angyal veszi körül, és 2 szent a, fény, a képen, tehát a festményen. Tehát ami azt jelenti, hogy 3 a lábánál volt, 3 angyal, 1 a fejénél, és ugye 2 szent pedig oldalt. Ami azt jelenti, hogy Jézusnak 4 angyala volt. Hanem véletlen az ilyen festmény, ugye Da Vinci sem véletlenül festett, meg mit tudom én, kifestette a... Michelangelo sem véletlenül festett ilyen dolgokat, igen. Tehát ugye az ilyen emberek, akik ilyen dolgokat festettek, ilyen szent dolgokat festettek, azok elég jól tisztában voltak azt, hogy mit festenek le. Tehát Jézusnak 4 védelmező angyala volt. Világos ez? Tehát ezt csak azért mesélem el, hogy tisztában legyetek ezekkel a dolgokkal. Jó, és nyilván ugye az embereknél angyalként ábrázolják, de más az angyal, meg mások ezek a lelkek, ezek a fénylények. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy nem kell ezekben a dolgokban hinni, bár akik itt tanulnak, azoknak a nagy része hisz, és, de lényeg az, hogy gondold végig, melyik a jobb, hogyha azt hiszed, amit eddig tanítottak neked, vagy esetleg egy kicsit többet. És ugye azok az emberek, akik látnak olyan dolgokat, amit a többség nem lát, azok nem kinevetés tárgyai, hanem egy magasabb szintű lények. Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát az átlaghoz képest magasabb képességekkel rendelkező lények. Független attól, hogy gyerekekről van szó, vagy
felnőttekről, ezt jó, ha tudjuk. Tehát attól, hogy valaki nem érzékel, attól még nem kellene esetleg azokat leértékelni, akik érzékelnek. Jó, mert az megint micsoda? Elnyomás. Így van, és elnyomoskodás. Jó, ugye egy szociális ember az a jellemző, hogy elfogadja azt, ami van. Tehát elfogadja a valóságot. Mi az, hogy valóságot elfogadja? Az a személy, az egy valóság. Kicsoda? Az, aki beszámol például arról, hogy ő lát fénylényeket. Érted? Az egy valóság. Tehát maga a személy a valóság. És ha ő lát, akkor miért ne tudnánk egy valóságos személytől elfogadni azt, amit ő mond. És miért kellene leértékelni? Ha te olyan típusú ember vagy, aki nem képes elfogadni a másságot, hát akkor sem kellene feltétlenül kifejezni. Világos ez? Ezt meg tudod tartani a saját, ha te szociális embernek érzed magadat, akkor meg tudod azt tartani a saját gondolataidban is, és nem kell kifejezni azt, hogy te most mit gondolsz egy más emberről. Érted? Tehát csak azért, mert ez egy szociális tulajdonság. Hogy egy kis tanítást is csempészek be itt az első részbe, jó? Mert az antiszociálisokra jellemző az, hogy ugye amit ő nem tud kézzel megfogni, vagy nem lát, mármint az érzékszerveivel nem tud érzékelni, akkor az számára nem létezik. Tehát, és akkor onnantól kezdve, hogyha egy más ember érzékel olyan dolgokat, amit ő nem, akkor nyilvánvalóan le fogja értékelni, de ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Világos ez? Ez a másiknak a leértékelése. Csak hogy tisztában legyünk ezzel, mert jó lenne, hogyha a legalább a szociális emberek tudnák azt, hogy milyennek kellene lenni igazán szociálisként. Jó? Mert sok olyan ember antiszociáliskodik, sok szociális ember antiszociáliskodik, akik éppen egy elnyomás alatt vannak, és ezáltal továbbadják az elnyomást. Jó? Tehát, de nem így kellene működni. Ha az ember aranykort akar, akkor mit jelentene az aranykor? Egy átmeneti korszak a fenti létforma és az emberi létforma között. Ami azt jelenti, hogy emberként élsz az aranykorba ugyanúgy, csak sokkal jobb képességekkel már. Oké? Tehát például olyanokat meg tudsz majd tanulni az aranykorban, hogy hogy lép ki a testedből, hogy lép vissza, hogyan teremtsél mondjuk anyagot, stb. Stb. Érted? Tehát egy csomó olyan dolgot, tehát nem módosítani anyagot, hanem teremteni anyagot. Egy csomó olyan dolgot, amit most nem tudsz megcsinálni. Tehát ugye amikor alszol, akkor ugye sok ember tudattalanul megcsinálja azt, hogy kilép a testéből. És körülnéz testen kívül. Na hát ezt mondjuk mi lenne, hogyha tudatosan tudnád csinálni. Csak úgy gondold végig. És ez egy nem egy nagy kaland ezeket megtanulni, most ne érts félre. Jó? Tehát ezeket meg lehet tanulni. Tehát egy csomó olyan dolgot, és megtanulsz például együttműködni szeretetben, elfogadásban. Jó? És akkor így menjünk egy kicsit vissza, és akkor így jobban látjuk. Hop-hop. Itt kell. Jó? Errefelé haladnunk. Tehát megtanul szeretetben, békében, boldogságban együttműködni másokkal. Együttműködni másokkal. Én azt úgy gondolom, hogy az ember képes legyen szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal, hát az eléggé fontos kérdés lenne, nem? Aranykornak kellene 2035-re lennie. És ugye a jóslatok azt mondják, hogy lesz egy nép a Kárpát-medencébe ez időtájt, ugye erről szólnak a jóslatok, ez időtájt lesz egy nép a Kárpát-medencébe, amelyik elviszi a magasabb rendű tudást az emberiség számára. Tehát ahhoz, hogy aranykor lehessen, az egy magasabb rendű tudás. Tehát a mai emberiség, ha azt mondanánk, hogy aranykorba kell küldenie, ez annyi lenne, érted? Tehát a mai emberiség az képtelen lenne az aranykorban működni. Tehát ha megnézed, a legtöbb embernek az a legfontosabb, hogy neki minél több anyagot birtokoljon.
Most, hogy milyen anyagot, az most pénz vagy bármi más, az most mindenkinek a saját fantáziájára bízom. Érted? Minél több anyagot birtokolni. Ez erről szól ma a legtöbb embernek a bolygón az élete. És nem csak itt Európában sajnos, hanem mindenütt, ahol beköszöntött a civilizáció, ott mindenütt ez van, mindenütt ez van. Tehát ott hagyják a szüleiket, mert ők már nem, mit tudom én, azt akarják csinálni a szülők, mint amit a szülők, hanem ők már alkalmazottak akarnak lenni mondjuk egy nagyvárosban. Érted? Tehát ez a folyamata, ez zajlik az egész bolygón. Egész bolygón, és milliók költöznek be városokba. Nagyon érdekes a város, ha fölmész repülővel és ránézel egy városra, és utána megnézed mikroszkóp alatt egy vírust, akkor nagyon hasonlít a város meg a vírus egymásra. Nem vicc, ez komoly. Tehát fentről nézve a város úgy néz ki, mint egy vírus mikroszkóp alatt. Jó? Tehát ha megnézed, a város az milyen szinten szolgálja a túlélést? Semmilyen szinten. Tehát ha megnézed, amit a városban az emberek termelnek, az nem a túlélés része. Világos ez? Nem a túlélés része. Oké? Okay. Ami annyit jelent, hogyha megnézed a történelemben, a városokban sokkal kevesebb arányában, sokkal kevesebben laktak, mint manapság. Tehát már nem is tudom hány százaléka, de ha jól emlékszem, a bolygó nagy része, nagyobb százaléka az már városokban él. Ennek utána lehet nézni, hogy hány százalék, mert ebből kapcsolatban konkrét statisztikák vannak. Én most ezt nem néztem utána, de valamikor láttam már ezzel kapcsolatban adatokat. Jó, tehát ez az általános városokba költözési tendencia, ez nem csak itt, hanem a világon mindenütt. Mindenütt tendencia. Tehát mindenütt. Jó, tehát az azt jelenti, hogy nem azt követik az emberek, ami a józanész, hanem a anyagiasodást, ugye, és ugye sokan ebből mire törekednek? Elsősorban hatalomra. Tehát ha jobban megnézzük, ugye a karrier az egy magasabb hatalom. Nem? Hát az egy magasabb hatalom. Minél magasabb karrier létrát ér, mászik az ember, annál több a hatalma. Vagy nem így van? És a karrier az nem feltétlenül függ össze a jövedelemmel, hanem a hatalommal függ össze a karrier. És sokan azért akarnak karriert elérni, hogy több hatalmuk legyen mások fölött. De az aranykor az nem a hatalomról szól, ha megnézed, hanem miről szól? Az együttműködésről. Tehát ahol nem kell hatalmat gyakorolni mások felett, mert annyi eszük van az embereknek, ami most sajnos nem igazán, hogy mindenki teszi a dolgát, érted? És nem kell kontrollálni az embereket, hogy a dolgokat tegyék. Erről szólna az aranykor, érted? Tehát ezért gondold végig, a lusták nem fognak bekerülni az aranykorba. Akik azt csinálják, hogy na, fogjuk meg azt, vigyétek! Nem kerülhetnek be az aranykorba. Érted? Azok kerülhetnek be az aranykorba, akik képesek együttműködésre, és képesek kontrollálni azt, hogy ne nyomják el a többieket. Érted? Hanem szeretetben, békében együttműködjenek, és abból lesz a boldogság nyilván, ha szeretetben, békében együttműködnek. Hát most gondold végig csak egy családot.
Ha egy család szeretetben, békében együttműködik, akkor ott létrejön a boldogság. Világos ez? Ez így működik. Tehát az együttműködés, de az együttműködés olyan jellegű, hogy nem abból működnek együtt, hogy érdekből, érted? Mert ma a legtöbb együttműködés az érdek együttműködés. Hanem egy olyan együttműködés, amit a szeretet vezérel, érted? És természetesen ahhoz kell egy másik dolog is, hát a tudás, hogy képes legyen az ember önkontrollt gyakorolni, tehát nem kontrollt gyakorolni másokon, hanem önkontrollt gyakorolni magán, saját magán. Hú, ránéztem az órára, jól elment az idő. No, szóval lényeg az, hogy mi azért tevékenykedünk, mert ezt kaptuk meg feladatul a fentiektől, hogy hozzunk létre egy aranykort. Miért pont mi? Mert mi rendelkezünk olyan tudással és olyan módszerekkel, amit meg lehet csinálni. De az aranykorban nem lesz szükség, mit tudom én, kormányzókra, miniszterelnökökre, nem lesz szükség. Érted? Nem lesz szükség királyokra. Ott nincs ilyen. Tehát ahol az emberek tudják, mit kell tenni, mert van elég tudásuk, ott nem kell őket irányítani. Érted? Hanem leülnek és megbeszélik, és utána mindenki csinálja a dolgát. Világos ez? Tehát egy olyan világ, egy átmeneti világnak kell létrejönni, ahol az ember megtanulja azt, hogy hogyan működnek fenn a fentiek. Én ezt, hát szerintem nem igazán van a bolygón, aki ezt jobban tudná, hogy hogyan működnek fenn a fentiek, mint ahogy én tudom. És ha ezt megtanulja az ember, akkor képes arra, hogy a fenti világban működjön. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlecsek Miklósnak ezt a remek előadást, és azt is megköszönöm, hogy újra házigazda lehetek. Amint az előbb a képzés elején mondtam, életem egyik legjobb döntése volt, hogy itt tanulok, a Nyílt Akadémiánál. Hát most még ott ültem, hoztam egy döntést, hogy soha többet nem fogom se útközben, se otthon eldönteni, mit fog itt mondani, mert teljesen mindegy, mert úgyis olyan információkat kapok, ami azt felülírja. Most is például egy olyan dolog jutott eszembe, hogy amit javaslok neked, aki nézi az előadást, pláne, hogyha először nézed, hogy most ha engem megnézel, ne tudok beszélni, nem, most már nem remeg a lábam, kezem, viszont nekem általános, meg középiskolában is egyik mumusom volt a magyar, meg a történelem felelés. Tehát akkor nem ugrottam így ki, és nem mosolyogtam a tanárra, viszont amiért mondom ezt, az az, hogy ami most téma volt, mindig azt gondoltam, hogy bennem van a baj. Azt gondoltam, hogy velem van a hiba, és azt gondoltam, hogy valami nem oké nálam. És ez valójában ez addig tartott, amíg ide nem jöttem tanulni. Mert pont ami most volt téma, az elnyomók, az elnyomás, hát most, nem csak most, de már korábbi képzés alatt is kivilágosodott bennem az, hogy igazából nem bennem volt a hiba, hanem ott az iskolában kaptam egy akkora elnyomást, most nem azt mondom, hogy a tanár elnyomó volt, de elnyomoskodott, mert valószínűleg az ő vezetői is elnyomták, és azért viselkedett így. Viszont ez olyan szintű bélyeget nyomott akkoriban az életemre, hogy ez kihatott mindenre. Ez kihatott mindenre, és az egész addig tartott, amíg ide nem jöttem tanulni. Úgyhogy ezt azért mondtam, hogy ha neked, aki nézi ezt a videót, voltak ilyen tapasztalataid, akkor
ne gyerj tanulni, hogyha ezt folytatni akarod, viszont tegyél egy próbát, ha abban jól érzed magad, viszont tegyél egy próbát, hogy gyere ide és tapasztald meg azt, hogy milyen ebből a helyzetből kikerülni, és milyen érzés azt megtapasztalni, hogy nem benned van a hiba. És emlékeztek a 10 élettelet, hogyan tudok visszamenni? Azzal, igen. Másik irány? Nem, itt van. Ha visszaemlékeztek erre, arra is rájöttem, hogy ez a 10 életterület, amit itt mögöttem láttok, ez mindegyikre szükség van. És azt gondoltam, hogy amikor először ezt megláttam 5 évvel ezelőtt, és akkor úgy végigfuttattam magamba, hogy hát ennek nagy részével tudok bánni, gondoltam. Aztán jobban belegondoltam, főleg hallgattam az előadásokat, hogy ez nem így van, és szinte az összesről téves információm voltak, amit iskolában, meg szüleimtől, meg barátaimtól hallottam, az alapján tudtam élni, cselekedni. Viszont amikor barátom ajánlotta a PPH-t, mert ő már hallotta, akkor igazából nem azért jöttem ide rögtön tanulni, mert ő mondta, hanem azért, mert kigyulladt bennem egy lámpa, hogy ezek az életterületek, nyilván azt nem tudtam, de azt tudtam, hogy valami miatt banki hitelválságba került a család, valami miatt nem működött a párkapcsolat, valami miatt rosszul éreztem, most majd csúnyát mondtam, rosszul éreztem magam a munkámba. Tehát valami oka volt ennek. És amikor meghallgattam több ilyen előadást, mint amit most is hallottunk, ilyen szenzációsan jó előadást, akkor rájöttem, hogy hát akkor itt van egy olyan lehetőség, amit nem biztos, hogy érdemes kikerülni. És ez már történt azután, miután párommal együtt, több mint 15 éve. Tehát mostani kezdés előtt 15 éve már foglalkoztunk ilyen dolgokkal, és futottuk a köreinket, voltunk ilyen-olyan, stb. Képzésen, de sehol nem mondták, nem kaptunk meg azt az információt, hogy hogyan lehet ezt kijavítani. És addig rosszul éreztem magam, és egészen most már tudom, hogy a iskolában is azért éreztem rosszul magam, nem úgy álltam ott a felelésnél, mert ezt meg ezt kaptam. És én azt tapasztaltam, hogy bármelyik életterülettel kapcsolatban volt egy kis hiányosság, az meg kihatott az összes többire. És most itt köszönöm is Szedlesi Miklósnak, mesterünknek, hogy ezt megtanította. 5 év alatt ezen végigmentünk, most már másodszor járom a képzést, viszont így másodszor még kristálytisztábban kivilágosodik minden. Plusz, ha te, aki nézed a videót, találtál már olyan helyet, ahol a elméletet gyakorlattá lehet fordítani, akkor jó helyen vagy. De én nem találtam. Én nem találtam, azért vagyok itt, viszont mert itt gyakorlattá lehet fordítani az elméletet, hogy mennyiért, az megint, hát most nem akarok itt nevetséges dolgot mondani, de apró pénz. Én mindig azt mondom mindenkinek, hogy apró pénz az az összeg, amiért ezt a tudást megkaphatod te is, aki nézed a videót, hogy mennyi az annyi. Még az inflációt nem számoltuk rá, de az infláció előtt 150 ezer forint volt a képzés értéke havonta, amit kedvezményesen 40 ezer forintért el tudott kezdeni, 20 ezer forintért tudott folytatni, viszont most akciósan 19.700-ért tud elkezdeni első hónapban, utána pedig 9.800-ért tudott folytatni. Ezért havi 30, több mint 30 óra képzés kapsz. Ha ez valakinek neked sok, akkor nem kell ide jönni tanulni, viszont ha ezeket az életterületeket és még sok minden mást szeretnél megtapasztalni és jól csinálni, életedet kivirágoztatni és jól érezni magad, akkor gyere ide, tegyél egy próbát. Én azt mondom, hogy megéri. Ennyit szerettem volna mondani. A szünet után önbizalomteremtő coach képzésünk folytatódik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.